foglaljatok helyet, érezzétek magatokat otthon, önök már helyet foglaltak, vagy ti, szervusztok. Az úgy van ám, most tudtam meg, hogy van, hogy 7-kor azt mondja az ügyelő, hogy 5 perc múlva 7 óra, nem. 7 perc. Nem. Belebeszéljél, légy szíves. Nem. Olyan közel hajoltam, hogy azt hittem, hogy... Tessék. Na, a 7-kor az ügyelő azt mondja, hogy az előadást 5 perc múlva elkezdjük, és 7 óra 5-kor hív a színpadra, és akkor 7 óra 7-kor kezdődik az előadás. Na, és most nézz az órádra. Ha volna, ránéznék, igen. 7 óra 7. Igen. Vasútnál első a pontosság, mint ezt te jól tudod, Ibusárra. Jó napot kívánok, szóval ez itt az ALMA, az Alapítvány a Liberális Magyarországért szokásos beszélgetése, és kitűnő vendégeink vannak, ha még be kell őket mutatni, Bíró Kriszta barátom és Parti Nagy Lajos barátom. A Kriszta egy kicsit jobban, mondhatom azt? Nyugodtan. Mert a Krisztával minket összeköt a bűnös múltunk. Nem kell nevetni, együtt jártunk gimnáziumba, és az úgy, hova jártunk? Madár. Madár, tessék, ezt itt már... Mert hogy az Erika is a madárba járt. Hát kiad magát, hát így lenne pár. Egyébként azt megfigyeltem, hogy egy véletlen mintán megkérdezed, hogy hányan jártak a madárba, akkor 10-ből 3 statisztikailag, de van, hogy 7 is. Na, mindjárt komolyan is fogunk beszélgetni, de gondoltad, hogy mondasz egy pár keresett vagy keresetlen szót így az elején. Mert nem bírom megállni, hogy nem vagyok. Másként fogalmazva, a bögyönben van. És erről a teremről van szó. Hogy ugyanis én rettenetesen sajnálom, hogy a Spinoza bele, hát mi erre a jó szó? Keveredett ebbe a vonástörténetbe, ami szerintem egy tünete ennek az óriási nagy tévedésnek, amelyik be akarja húzni a vonát. Én nem is tudom, hogy hová, de ez most nem az én dolgom. Csak sajnálom a termet, meg az egész dolgot. A terem azért jut eszembe, mert Tódor János szociográfus, azért, mert ebben a teremben volt a vona, ezért visszaadta a Lendvai díját, erről a Lendvai párról elnevezett díj. Erről két dolog. Az egyik, hogy a Tódor János én egy nagyszerű, nagyon tisztességes, nagyon-nagyon hiteles embernek tartom. Ezt viszont, hogy a terem miatt egy egészen más típusú díjat visszaadni, ezt mélységesen aránytalannak, de hogy ne ezzel fejezzem be, a Tódor Jánosnak teljesen igaza van szerintem abban, hogy a volna pártja egy homofób, rasszista, végtelenül vállalhatatlan párt. Szerintem minden demokratikus ellenzéki csoportos lesz számára. Ezt csak véleményként muszáj mondjam, talán pont azért, hogy erről szerintem is beszéljük. De most lehetek akkor egy kicsit az ördögügyvédje? Igen. Tudom, külföldül is advokátus díjam van. Hogy mondtad? Most nem tudom megismételni. Hogy várjál, itt volt velünk. Advokátus díjából. Jó. Hol jártál, Gimi, hogy ilyenket tudtál? Hogy azért meg kell, most tényleg nem akarom a Jobbikat védeni, meg semmi. De hogy képzeld, ha én védeném, milyen kínos lenne nekik. De hogy nem lehet, hogy meg kell adni a lehetőségét, hogy emberek is, vagy akár pártok is változzanak. Most nagyon sokféle példát tudok mondani. Mert ott van mondjuk Bajcsi Zsilinszky Endre, aki effektíve gyilkos volt, és Áhim András meggyilkolásával részt vett, majd a nemzet egyik legnagyobb mártírja lett, és méltán övezi tisztelet és megbecsülés ma már a nevét, mert amit a 40-es években tett, az egészen különleges volt. Egészen más életpályán Nagy Imréját, aki azért tudjuk, hogy a szovjet, vagy ha nem is tudunk mindent, de hát azért sok minden történt vele, de megváltozott. Most nem akarom Vona Gábort egyikükhez se hasonlítani, inkább csak azt akarom semmiképpen, még egy napon se nagyon lehet őket, még egy Spinózába se lehet őket nagyon említeni, de hogy lehet, hogy változnak. Hogy? Elszállt a technika. Akkor torokból. De. Személy szerint mindenki változhat, és akkor olyankor az az első, hogy kiszállok abból a szervezetből, amelyiknek, hogy finom legyek, több lehetőnél a rovásán, és alapítok egy másik pártot. Ezzel kezdődik. De az, hogy magammal húzom valahol a középre azt a pártot, amiről hát azért olyan túl sok jót nem lehet mondani, ezt én egyszerűen... Szóval...
azok részéről, akik most valahogy be akarják kozmetikázni a Jobbikot egy nem tudom milyen összefogásba, egyrészt én tényleg nem értek hozzá, de egyszerűen a gyomrom mondja, hogy ezt egy végtelen nagy, és egyszerűen védhetetlen tévedésnek gondolom. De egyáltalán nem biztos, hogy igazad van, és ezt tartom a legfontosabbnak, hogy a gyomrom mondja, ezt az egészet inkább gyomorból mondtam. Otthon te gyakran hallod, hogy az én próféta lelkem? Mert ugye Lajos, ezt tulajdonképpen már hány éve megírtad a Hősöm terében, amit meg itt tanulni vagyunk? 20 lassan, nem? De 15 biztos. Gondolod, hogy ezt mondom a Krisztálynak, hogy nem nem téged kérdeztünk most a Krisztál. Nem, ennél sokkal kevésbé közhelyesebb az ember. Én nem mond ilyeneket. Természetesen beszélgetünk, de az, hogy az én proféta lelkem, ezt még nem hallottam a szájából. De hogy komolyra fordítsam a szót, az, hogy a Hősöm tere az sajnálatos módon bizonyos szempontból valóságá vált, erről már valóban beszélgettünk, de hát azért ennek a megválaszolására mégiscsak ő az autentikus személy. Nem, hogyha lottó számokban is ilyen jól tudsz előre... Nem tud. Próbáltátok és nem megy. Bocsánat, ebben semmi profétikus nincs égvilágon egyébként, és lassan azt látom, hogy ez nem is olyan nagyon rossz, hogy tulajdonképpen egy ilyen történet, mint Hősöm terében. Egyrészt lehet, hogy ez jól fog kisülni, hogy a galambok egyszer csak embernagyságúra nőnek és elfoglalják Budapestet, és hát a nem galambokkal nem túl barátságosak, de hát és? Hát akkor tessék galambnak lenni, tehát igazság szerint nem, ebben semmi profétikus nincs, ezt mindenki látta ugyanúgy, hogy én láttam, csak én írtam legfőbb belőle egy disztópiát. Hát, hogyha látta is, nem biztos, hogy elmertük hinni. Nem? Vagy hogy hát jó, nem akartuk. Nem akartuk. Hát most kicsi, van egy kis túlkapás, egy kicsit lopikálnak, egy kicsit a jogány, de hát azért ők azért, mert mégis hát emlékszünk, hogy milyen helyes fiúk voltak ezek, meg milyen szépeket mondta. És emlékezni fogunk. Szóval igen, biztos ez minden. Mi ez évről évre, szezonról ez így van, hogy az nem létezik, és akkor pont úgy, teljesen pont úgy nem is létezik, de egy picit majdnem úgy. Azért létezik, és mindig létezik, és egyre inkább létezik, de most már tényleg olyan rossz kedvünk lesz. Hogy... Majd mondok jókedvű dolgokat is mindjárt, hogy 2013 van, csináltam veled egy interjút a Népszavába, a karácsonyi számba, és akkor valami olyasmit mondtál, hogy ez így már nem mehet tovább. Tehát tudja, hogy ez pillanatokon belül meg fog bukni, ha már a prófétáról beszélünk. Mondtad, hogy ez be a harami a föld, vagy valami ilyesmit mondtál, szóval ez nem maradhat. Ez egyszerűen nem maradhat így. Tehát ezeknek vége kell, hogy legyen, mert ez egy Európában nem működhet. Ebben teljesen igazam volt. És azt ugye akkor én mondhatnám, hogy azt gondoltam, hogy valamikor, de nem. Azt gondoltam, hogy 2014-ben. Aztán 2014 közvetlenül már nem gondoltam, de szóval én nagyon rossz jós vagyok, és tényleg hát ezt az egész gyomorlót is azért mondtam, nem, én rossz jós vagyok. Naív is. Rossz jós, kész. Politika, de meg aztán föltétlenül. Tehát ezt be kell tudni. Vagyis, hogy... Hát aki politikában rossz jós, az politológusnak nevezzük, és reggelente én kérdezgetem a rádióban mindenfélénél. Hát ez is. Jó, hát valakinek azt is meg kell csinálni. Hát én meg hallgatom. Hát akkor lehet, hogy én jártam jobban. Nekem hát hallgatnom nem kell. Hogy azt gondoltam, mielőtt itt elkanyarodtunk itt volna Gábornál, hogy majd egy ilyen frappáns dologgal fogom kezdeni, hogy hát hogy is kell mutatni, hogy az egyiktek színész, a másiktok író, de hogy ez egyáltalán nem olyan biztos, mert hogy te sok jó könyvet írsz. Te pedig például tökéletesen, hogy nagyszerűen adod elő időnként a saját alkotásaidat. Nem vagyok író. De nem az író, aki ír? Nem. Jó, szerinted ő. Nem vagyok író. Főleg akkor nem, ha itt ül a Lajos. Akkor aztán pláne nem. Nem, én egy színész vagyok, aki ír, de ez... Jó. Na de egy olyan színész vagy, aki könyveket ír, regényeket ír, is írt, novellákat is írt, ezek megjelentek, kinyomtatták, az emberek elmentek a boltba, megveszük. Azért ezt összefoglaló néven gyakran nevezzük írónak, de most ez minden. Jó, oké.
tényleg én nem tekintem magam írónak, borzasztóan szeretek írni, foglalkozom is ilyesmi. Na, innen látszik, hogy nem vagy író. Na, látom. Igen, így van. Eszembe jutott el egy csodálatos anekdóta, hogy egy kicsit kacagjunk is, hogy a Molnár Piroskával volt egyszer egy műsor a televízióban, ahová meghívták pályatársait, és akkor a két műsorvezető nagyon lelkesen azt mondták a Piroskának, hogy és akkor ugye, hát Piroska akkor maga minden nap ugye olyan nagyon boldogan megy be a színházba este, mire azt mondta Benedek Miklós, miért? Ha nem dilettáns. De szeretek írni ről, arról, erről ennyit. Igen, de például, szóval, akkor van ennek egy találkozása. Tehát van olyan regényed, ami mégiscsak egy színházba játszódik. Vagy egy olyan valakiről szól, aki színész akar lenni, és aztán mindenféle kalandok történnek vele. Azt hiszem, hogy jól viszont, Ronnő, vagy hogy is van? Vagy mi a lány? Mielőtt? Hát leginkább gimnazista. Gimnazista. Mondtam, miért emlékeztem. Az édesapja az férfi Szabó. Hogy valami Szabó szál van a dologon. Igen, igen. Bocsánat. Ez azért játszódik színházban a fiúk regény, mert az egy olyan hely, ahol sokkal gyorsabban és sokkal vehemensebben történnek az emberrel meg a dolgok, mint egy egyéb területén a világnak. Ezzel nem misztifikálni akarom a színházat, csak mondom, hogy ott gyorsabban égnek, meg történnek események, gyorsabban válik valakiből felnőtt adott esetben, és engem pont ez érdekelt, hogy hogyan lesz valakiből felnőtt, és ezért választottam terepnek a színházat, illetve még egy oka volt, hogy amikor én az Ibolyát játszottam, Molnár Ferencnek az Ibolyáját Miskolcon, és imádtam játszani, akkor abban volt egy mondat, amit egyszerűen képtelen voltam feldolgozni, nem igaz, feldolgoztam, csak teljesen hihetetlen volt számomra. A Sobri Ilonka, aki az Ibolya, a darab végén az egyik utolsó mondata az, hogy de mikor én nem akarok híres színésznő lenni. És én nem értettem, hogy ezt hogy lehet nem akarni, hogy az ember híres színésznő legyen, és ez engem rettenetesen foglalkoztatott. És aztán évekkel később kezdtem megérteni, hogy ez miért van mondva, és akkor így lett a fiók regény. Ezért játszódik színházban, de nem azért, mert a színházzal kapcsolatos élményeimet szerettem volna megírni. Mondjuk az se szégyen. És ha jól emlékszem, hogy van itt egy idősebb színész, aki ilyen nagyon segíti ezt a lányt, így a lány meg rajong érte, és ez az idősebb színész elviszi vacsorázni, de arra nem emlékszem, hogy szexuális zaklatás van benne. De most tényleg nem emlékszem a lány értelem. Ennek az embernek a részéről nincsen, de egy másik színésztől van, amit szexuális zaklatásnak lehet nevezni. Igen, van benne ilyen. Most ezt úgyis előbb-utóbb meg kellett volna kérdezni, most amely az elején esünk túl rajta, hogy te mit szólsz, vagy mind a ketten mit szóltok ahhoz, hiszen te egy színházi ember vagy, hogy itt sorra, most szerintem ez egy véletlen, hogy pont a színházaknál bukott ki ez a történet, de valahol ki kellett bukni, hogy sorra jönnek elő, és nem csak Magyarországon, hanem látjuk. Meg tudom fordulni? Lajos? Hát én is azt gondoltam, hogy nagyon sok konkrétan évvel, történettel jön elő, de pillanatnyilag úgy látom, hogy a Sáros Dilina nagyon tisztességesen elmondott egy történetet, és úgy látom, hogy azzal a szándékkal, hogy valamiféle párbeszéd legyen arról, hogy milyen egy olyan országba élni, ahol mikrokörnyezetben és makrokörnyezetben is egyszerűen ez az aláfelé rendeltség, a kiszolgáltatottság, a csendőrpertó vagy csendőrszex, az teljesen része a mindennapodnak, a legfelső szintektől a legalsó részekig. Ez lenne az alapkérdés, hogy hogy áll össze, vagy hogy marad meg, és hogy termelődik újra egy ilyen társadalom, és hogy ebből a mostani 20 évesek és a legfiatalabbak mennyiben és hogyan tudnak mások lenni. Erről kéne, vagy erről kellett volna, vagy erről kellene valójában beszélni. Ehhez képest természetesen nagyon fontos, hogy ki igen és ki nem fontos, mert a dolognak a hitele szempontjában nem mindegy, de azért mégiscsak ez az egész arra szolgált volna, hogy erről legyen szó. És én úgy látom, hogy erről, hát talán erről nehezebb beszélni, erről kevesebb szó esik, mint kéne. Lehet, hogy ez megint nagyon, nagyon rossz kedvű dolog, de mintha azt látnám, hogy szalad el egy esély
az erről való beszédben egyre. Mert hogy így a bulvárba betolódik az egész? Egyrészt igen, egyrészt nagyon betolódik a bulvár, bulvárba a témából fakadó, egyrészt ráverték mindenesre a színházakra és a színházra, úgy addig menően, hogy a HVG a táliás maszkos figurákkal, hogy úgy mondjam, tárgyalta a dolgot, hanem egyszerűen végtelenül igazságtalan, noha nem ok nélküli természetesen, hiszen ez egy sokkal szélesebb közeget érint, sokkal több mindent érint, az ennek egy mellékterepe, hogy híres, esetleg hírességekről, vagy híressételtő figurákról van szó, hiszen a dolog nem arról van szó, nem, hogyha abban a pillanatban, amikor celebesíthető, abban a pillanatban már elkezd egészen másról szólni, most nem is beszélve, hogy a bulvár sajtónak az alja is rákapaszkodik, és onnantól fogva már valóban azt gondolom, hogy nincs miről beszélni. Vagy nagyon, nagyon nehéz. Mindesetre az viszont nagyon fontos lenne, hogy erről szó legyen. A szónak a szexuális és nem szexuális értelmében, vagy valódi zaklatás, vagy verbális zaklatás értelmében. Tehát ezekről a borzalmas, kiírthatatlan, fölé alárendeltségi viszonyokról. Hogy azért enyém, mert hatalom van, az én zsákmányom, mert nem tudom, mi van hozzá. Az országtól egészen egy kisvállalati menően. Ja, pont azt akartam, hogy ez egy bizonyos szempontból persze érthető, hogy a színházakról ilyen sok szó van, mert ha a 27-es számú postahivatalban ugyanezt történik, pont a 27-esben nem tudom, hogy van olyan egyáltalán. De az nem olyan nagyon érdekes, mert nem lehet megírni, nem, de feltételezhető, hogy nem a színházak ennyire speciális helyzpontjai a világnak, vagy Magyarországnak. Biztos vagyok benne, hogy nem, de valóban a látszat, tehát az, hogy látszik, hogy olyan emberekkel történik, akiket egyébként, akik kapcsolhatóak valamihez, amit az emberek ismernek, szeretnek vagy nem szeretnek. De mi a színházban mindenkinek van vélemény, ahhoz mindenki ért. És akkor egyszerűen... Tehát én azt gondolom, hogy ez bárhol előfordulhat, és nem igaz. Egyszerűen most már 30 éve vagyok ebben a szakmában. Nem igaz, hogy a színház az mocskosabb hely lenne ebből a szempontból, mint bármelyik munkahely. Mindenhol emberek vannak, és aki vissza akar élni a hatalmával, illetve vissza tud élni a hatalmával, az teljesen mindegy, hogy színházigazgató, jogászprofesszor, vagy pedig tanár, vagy nem tudom, közért bolti eladó, tök mindegy. Tehát, hogy ez nem azért van így, mert a színházban, a színház az egy mocskosabb hely, vagy tisztátalanabb hely, hanem azért, mert azt látjuk. Arról lehet írni, arra jön a kattintás, a linkek. Ez egy linkvadászat is közben. Meg szerintem még egy ilyen nagyon érdekes eset van benne, hogy előkerül egy ilyen történet mondjuk egy ismert színházi emberről, rendezőről, vagy színészről, vagy mondjuk Amerikában tévés műsorvezetők is nagy tételbe buknak le, meg Angliában. Akkor annak a közönségben van az, hogy hát hogy lehet ilyen ember, hiszen nagyszerű darabokat rendez, kitűnő riporter, nem tudom, micsoda. Ezek nem... Világos, csak azt mondani, hogy ha ugyanez a történet előáll, akkor maradjunk a postánál, hát nem tudjuk megítélni, hogy ő jó stemplizette, vagy jó hozta ki a leveleket, tehát sokkal kevésbé érdekesebb, sokkal kevesebb morális kérdést vett fel egyáltalán. A munkahelyén a szakemberek, akik körülveszik, nyilván meg tudják ítélni, hogy ő jó szakember-e, csak azt tudja mondjuk 20 ember, ezt meg, hogy jó szakember-e vagy sem, ezt látja, tiszteli, x évtizede, több ezer, ez is a különbség. Amikor azt mondod, hogy kevés szó esik róla, akkor hát hogy tud róla értelmesen több szó esni? Tehát most nem a bulvára, meg a dolog bájkálásába gondolok, mert az valóban nyilván nem viszi előre a dolgot, de mitől tudna, vagy ki tudná ezt úgy, vagy kik, vagy hogyan lehetne hát, mozgatni a dolgot? Hát igen, most ezt most konkrétan például azt gondolom, hogy azért a sajtóba, tehát a jó sajtóba viszonylag keveset lehetett erről, ilyen nagyon összefogottan és nagyon értelmes. Az egész kicsit a Facebookon maradt, meg ezeken a kommenteken maradt, ez volt nekem az én érzésem. Például azon kívül tényleg ez az elvonatkoztatás, mint majdnem minden a színház körül fordult csak. És ebben a Krisztának teljesen igaza van. Hogy hát ez, hogyha az egész csak annyit, az se kevés egyébként, hogyha ez most a színházat érintette meg, és a mostani 20 éves egyetemisták, azokkal már sokkal kevésbé lehet olyasmiket megcsinálni, amit esetleg az idősebb így úgy megfélemlített, vagy megfélemlíthető kollégáikkal meg lehetett. Tehát ez is egy nagyon fontos hozadék, hogy a mostani 20 évesek már
ezt egyszerűen ne féljenek. De ez a ne féljenek, ez bizony, ezt már akkor át lehetne vinni más típusú munkahelyekre, amikről végtelen nagy csönd volt ez alatt az idő alatt, mert ugye ezek nagyon nehéz, irtózatos nehéz, olyan, mint az ember számon kérni X-től vagy Y-tól, hogy miért nem jön elő konkrét történetekkel. Képtelenül nehéz dolog, és képtelenség számon kérni bárkitől, hogy mit, hova, milyen mélyen teszel. Ezért, egy kicsit ezért mondtam én, hogy erről viszont általában többet lehetne beszélni, ennek az erőszaknak a természetéről, vagy a lenyomásnak a természetéről, vagy tehát az aláfölé rendeltségek természetéről. Így értem. Hát erre most, hogy hol konkrétan, nem tudom, lehet, hogy ez egy tévedés, és lehet, hogy még az egész dolog az elején van, és erről mi nagyon sok fontos dolog fog születni, és remélhetőleg fog. Hát ennek ráadásul vannak szakemberei, akik tudják, hogy hogyan kell ilyesmivel, hogyan kell felvilágosítani, például egy 20 éves, vagy egy munkahelyen a dolgozókat, tehát azért vannak hozzáértő emberek, akik ezt, tehát meg lehet őket hívni különböző helyekre, előadást tartani, nagyon, nem tudom, jól látható helyekre, munkahelyekre kifüggeszteni, hogy ez a dolgozó joga, ezt nem köteles elviselni. Tehát lehet transzparenciákat alkalmazni annak érdekében, hogy ez ne történhessen meg, vagy jóval kevésbé, vagy ha megtörténik, akkor az áldozat azonnal tudja, hogy hova fordulhat, és ott nem őt fogják hibáztatni, hanem valóban kivizsgálják, hogy mi történt, és a felelőst azt megbüntetik. Most majdnem azt mondtam, de azt elejtem, hogy ez butaság lett volna, hogy amire azért te céloztál, hogy nem. Ne így ne engedjük magunkat kihasználni, vagy ne csak így ne engedjük, hanem hát nyilván ezt egy tágabb értelemben sem kell engedni, hogy hát biztos ez is a demokrácia egy része. De hát ezek az amerikai történetek, ami azért Magyarországhoz képest mindenképpen, meg amúgy is egy tisztes, megállapodott és elég jól működő demokrácia, még Trumppal együtt is, ugye kiderül, hogy nagyjából évtizedekig nem szóltak emberek, eltűrték ezeket, vagy mert féltek, vagy mert azt gondolták, hogy ez még mindig jobb így, vagy nem tudom micsoda. Tehát, hogy mégse ilyen egyszerű a dolog, hogy nem, akkor ne hagyjuk, és akkor ez se hagyjuk. Ez nem teljesen tiszta, ez nem a jól vagy rosszabbul működ, egy jól működő demokráciával, és az emberek érezhetnek félelmet, az emberek érezhetnek rettenetes nagy szégyeneket. Tehát ez azért nem garancia, jól működő demokrácia, de annyi azért mégis igaz, hogy ha az az érzése van valakinek, hogy van hova fordulni, akkor az egy kicsivel könnyebbé teszi esetleg netán-tán talán a dolgot, nem? Hát dehogy nem, mert ahogy látom, amit olvasok erről, mondjuk például Észak-Európáról, ott ez sokkal könnyebb, még akkor is, hogy ez előfordul. Tehát az embereket nem tudjuk leváltani. Mindig lesz olyan ember, aki azt gondolja, hogy ez neki szabad. Vagy ha tulajdonképpen a lelkeméje sejt is, hogy nem szabad, de majd úgyse derül ki. Tehát csak hogy pont az volna ennek a felvilágosító dolognak a lényege szerintem, hogy viszont cserébe az, aki áldozat vagy áldozattá válhat, az pontosan tudja, hogy mit tehet annak érdekében, hogy ez ne történjen meg. Ha meg kéne mintáznod most egy ördög figurát, tehát valamire egy berzső, vagy nem tudom, hova kellene egy ördög, akkor kit vennél mintának? Hát senkit nem vennék mintának, hát akkor egy ördög figurát próbálnék megmintázni ezer apró dologból, és eszebe se jutna egy konkrét figurát beemelni ebbe a diabolikus pozícióba, vagy ebbe a nagy stallomba, az egy sokkal mondjuk, de nem. Tehát arra mondjuk, nem lenne egy, kettő, három, négy, öt, hat modellje a dolognak, de ez, látod, sok minden eszembe jutott már, de hogy én most hopp, fogjam magam és megformázzak egy ördögfigurát, hát ez még bizony így nem jutott eszembe. Ördögfigurát azok tudnak megformálni, azt hiszem, ha akik nem ilyen reménytelenül tragikomikusba látják a világot. Tehát ahhoz nagyon-nagyon tragikusba kell látni a világot, hogy ez menjen. De ebből a tragikomikus pozícióból, vagy ebből a groteszk pozícióból, hát, ördög vagy csillag? Há, a vége. Igen, jöjjön ki ördög, fiam.
valami. Szóval az öcsémnek volt egy ördög angyal nevű osztálytársa általános iskolában. De lehet, hogy ez csak a vicces, olyan vicces nem volt. De akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk akik ma a kormánypropagandát csinálják, azok nem igazi írók, mert hiszen ők egy valódi emberről. Hát már ez sem biztos, hogy persze. Hát mint aki Soros, tudod, van ez a csúnya bácsi, és ott ijeszget mindenütt az utcán a plakát, hogy elviszi a gyerekedet, a munkádat, megerőszakol, nem tudom én, megeszi a sajtos pogidat, tehát egész. Azt nekiadom. Jó, szóval, hogy hát végül is van egy ilyen nevű ember, az, hogy bármi közel lenne az a képhez, amit itt felrajzolnak róla, abban nem vagyok biztos. De hát, hogy vannak ilyen ördögök itt körülöttünk, vagy ördögnek kikiáltott, vagy felhasznált figurák? Hát, hogyha valakit ennyire elkezdenek, tehát én ezt most tök civilből mondom, vagy ilyen, tehát most az jutott eszembe, hogyha valakit engem, én előttem ennyire befestenének feketére, akkor egészen biztos iszonyatos ellenállás szülne bennem, hogy na, az biztos nincs úgy. Természetesen nem vagyok ennyire naív, meg hülyese, tehát tudom, hogy miről van szó, és én is járok az utcán, meg tartom ezt a dolgot, teljesen mindegy, hogy kiről van szó. Tehát, hogy most emberrel szemben teljesen mindegy, de én szerintem ez bizonyos szempontból kontraproduktív. Tehát ez, legalábbis nagyon remélem, hogy bizonyos embereknél az, vagy hogy akad ilyen nem. Hát ez borzasztó, valaki egyfajta azt nyomják, hogy sötét, gonosz, nem tudom, azt érzem, hogy sok, nem tudom elhinni. Én ezt érezném, de természetesen... Tudom, hogy kiről van szó, meg én is olvasok újságot. De hát mondhatnánk migráncsot is. Jönnek a migráncsok. Jönnek, de az olyan, a pomogáncsok. A migráncsok azok arctalanok. A sorossal pedig az egész kapott egy arcot. És megkapta azokat a kliséket, amiket az összes antiszemita kampányok használnak. Úgyhogy ez tetszik, nem tetszik, ez egy ocsmány, nettó zsidózás, akárhova akarják föllogatni és föllagatni. És csak úgy én elábrándozom arról, hogy mennyit bírok el a kék szín. Tehát amikor majd jön egy olyan fordulat, mert játszunk el ezzel, utópia, hogy ezeknek a főharamiáknak valami miatt jóba kell lenni, egy ilyen befolyásos milliárdossal és a csoportjával. És 180 fokban most az ellenkezőjét kell a kék plakátokon mondani, hogy ugye akkor ki fogja megírni az ördög figuráját, szemük se fog rebbenni, körülbelül ez az egésznek a komolyságát is jelenti. Ez egy ocsmány gyűlöletkampány, amivel én mindig megdöbbenek, hogy milyen nagy eredményeket sikerül elérniük. A Krista Mutka mondta, amikor jött ez a legutóbbi ilyen kétoldalas, egy mocsok, tehát ez a kettős behajtható színes lap, hogy védjük meg, most nem is tudom, emlékszem pontokat, és akkor Krista mondta, hogy miért hozott föl, miért nem dobott ki eleve. Csak azt gondoltam, hogy azért, mert 5-6-7-8-10 év múlva egyszerűen muszáj megmutatni, hogy ez tényleg volt, ez nem duma, ez nem kamu, ez tényleg élő eleme emberek, akik akkor is ott fognak ülni valamilyenféle politikai vagy gazdasági hatalomba. Ezt így gondolták, mert azt gondolták, hogy az érdekeik, a hatalmon maradásuk, a nem tudom, hogy micsodájuk, ezt diktálja. És az ellenkezői diktálja, megteszik az ellenkezőjét, bár ebbe a gyűlöletkeltő mocsokba túlságosan beleszerettek, azt látom. Hát mi működik? Tudom, hogy az élet nem ilyen egyszerű, hogy az ember álláspontja vagy véleménye valamiről sokkal bonyolultabban alakul ki, de mennyire következik mondjuk a te élettörténetedből, hogy nem nagyon lelkesedsz ezért a hatalomért és a hatalomgyakorlásnak ennek a módjáért. Mert akár lehetnél egy rendes MMA tag, jó kis ösztöndíjak, hát most miért? Hát... A konkrét élettörténetemből nem hiszem, hogy következne annyiban következik. Múlik, hogy azért vannak, akik úgy gondolkoznak, mint te, és mégis akadnak olyanok, akik még kollégáid is. Én azt gondolom, hogy talán a józanész. Én nekem volt szerencsém olyan barátokkal bírhatni, még azelőtt, hogy szinte az eszemet tudtam volna, akiket minden szempontból és minden helyzetben ezen föl sem merült ilyesmi, hogy mondjuk azon kívül van még egy, hogy van egy rezgés, amire az ember foga, vagy a metaforikus fog egyszerűen megfájdul, vagy belefájdul. És én ezt a fajta öblögetős diktátortónust, ezt a földről lefelé beszélt, tehát ezt a borzalmas
hordóítást, amivel ezek bírnak, ezt ettől egyszerűen, megint azt mondom, hogy az elején, hogy egyszerűen a gyomrom nem bírja. És innentől fogva azt mondom, hogy ez nem volt egy olyan nagyon, nagyon bonyolult történet, és azt sem mondom, hogy ez különösebb ezzel, azzal, vagy mit tudom én, se jóval, se rosszal nem eltett. Nagyon nem tudom elképzelni máshogyan, de miért kéne máshogy elképzelni? Hát az jó, hogy az emberek sokféleképpen gondolkoznak, tehát az igen rossz lenne, hogyha maguktól egyformán gondolkoznának, azt hiszem még rosszabb, ha kötelezik őket, hogy egyformán persze. De hát ugye azért látjuk, hogy nagyon sok értelmes, művelt, olvasott ember ezt tetszik, vagy úgy tesz, mint a tetszik, vagy kihasználja az előnyeit, tehát hogy van ilyen, nem kevés. Persze. Most nem csak a szólásokra gondolok, mert az egyszerű, mert csöng a kassza, jó napot, azt lehet érteni. Hát ezek, igen, hogyha ezeket a meggyőződéseket nem befolyásolja, amit a szemükkel látnak, hát arról nagyon nehéz. De igen, hát biztos van, aki ebbe szentül hisz. Én ezt nem tudom, hogy lehet ebbe különösebben, de hát lelkük rajta, tényleg azt tudom mondani. Szóval aki, én azt gondolom, hogy aki ehhez asszisztál, az nem jó, nem helyesen cselekszik, de hát lassan egy ország asszisztál. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz dolog, pont amit te mondtál, hogy nagyon nehéz erre választ adni. Hogy a magyar film, a színház azért hagyományosan politikai véleményeket is meg szokott fogalmazni, még akkor is, hogyha nem politizál föltétlenül egy darab. Szóval mennyire marad meg ez a szerepe a színháznak mondjuk most? Tehát, hogy ott el lehetett mondani 90 előtt is mondjuk olyan dolgokat a színpadról, amiket, hogyha felállok a lövöldetére, egy dobogóra elvisz a rendőr, na most leegyszerűsítve. Hát figyelj, most megint csúszunk bele ugyanabba, ami az előtt volt. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ezt jól megfogalmazni, de igyekszem értelmesen beszélni. A színháznak az nem dolga, hogy párt politizáljon, de hogy reflektáljon a közéletre, és politikusan, tehát mint polisz, a polisz része szóljon hozzá, az igenis kutya kötelessége. Értelmesen beszéltem? Nagyjából igen. Majdnem én is értettem. Nem értettem, amit mondtad, bocsánat. Bézi. És azt gondolom, hogy igen, minden előadás, ez nem minden, de az előadásoknak a nagy többsége, az kell, hogy reflektáljon arra, hogy miben élünk, hogyan élünk, hol élünk. Ez nagyon fontos, és most a színháznak ez különösen fontos és kiemelt feladata, nem megkérdőjelezve a szórakoztató színház létjogosultságát, mert az is nagyon jó dolog. De az a színház, az a típusú színház, amit én szeretek művelni, az ilyen, mint amiről én beszélek. Hogy igenis reflektál arra, ami a világon történik körülötte, illetve az országban. Farkas Zoli barátom hívta fel a figyelmet, hogy nem lehet véletlenül, azt hiszem, hogy most 3 vagy 4 színházban játsszák Budapesten egyszerre a Hamletet. Tehát biztos van valami, hogy a zsarnokság, hogy működünk vele együtt, nem ez a... Ne tudjuk érdeket. Előre, hogy ez a 3 különböző előadás hogyan fejti meg a darabot. Szóval itt ugye arról is szó van, hogy ezek csodálatos színdarabok, amelyeket különböző jó rendező... Ez egy jó nevű szerző egyébként, aki ezt írta. Jó nevű szerző, de ugye azért a rendező és maga az előadás egésze is hozzátesz, vagy éppen elvesz a szerző jóságából, illetve nagyságából. Szóval, hogy nem lehet látatlanban ráfogni. Én ebben nem hiszek, hogy akkor ez egy trend, hogy akkor az jelent valamit, hogy 3 Hamlet van. Mert ez messze vezet. Tehát akkor már ebből olyan következtetéseket lehet levonni, hogy nem is kell megnézni az előadást, mert ahol 3 Hamlet van, ott zsarnokság van. Tehát ez talán így nem lehetne állítani. De hogy igen, most a Hamlet az most egy divatos művű. Persze, még szerintem nyilván demokráciákban is előadják a Hamletet. Hát ez nyilván így nem igaz. Gondolom, hogy Németország különböző tartományi színházaiban pedig az úgy tűnik, hogy működőképes demokrácia, nyilván minden tartományi színházban előbb-utóbb lesz egy Hamlet. Hát igen, csak nem biztos, hogy eszedbe jut arról bármi politikai... Hát igen, de ez meg rólunk szól, és nem a Hamletről.
Hát Hamlet, én vagyok, vagy hogy van ez? mi vagyunk az is. Az, hogy ugye sokszor meg szokták tőled kérdezni, hogy miért hagytál föl a magyar mesékkel, pedig hát azért magas labdákat adnak föl neked most is a Kerál, meg ezek. Nem? Tehát, hogy nem érzed néha úgy, hogy na azért itt van egy-egy újabb poén, amit le kéne csapni, mert azért ez elég jó. De van nekem annyi ütő. Hát amikor, hogyha bizonyos, szóval bizonyos sűrűség fölött már képtelenség ezeket a televezett poénokat. Egész egyszerűen szóval ott lehet szatirát írni, ahol túl lehet húzni egy dolgot, ahol el lehet vinni ad abszurdum, és ez valamit mutat az ad abszurdum talán valóságról. De amikor az egész úgy, ahogy van ad abszurdum, és saját maguk gyártják most bocsánat a szerintelenségért, de a magyar meséket, az egyik gördül ki a szájukon, a másik után a Rogántól a Német Szilárdék, akkor ennek úgy, hát persze lehetne szétrőzre csinálni, én nekem lett elegem belőle, magamból is, a saját ismétléseimből, hogy elment egy csomó idő, három éven keresztül írtam, még mindig azt gondolom, és ez végtelen szerintelenség persze, megint, hogy én tulajdonképpen azt mondom, hogy most van lényegében ezekben a kis képletekben, nagyjából megírtam. Hát most ebben, hogy az újabb és újabb stiklit, hogy ilyen finoman fogalmazzak, hogy pattintja bele az ember, ez valóban lehet, hogy érdekes lenne csinálni, de nagyon-nagyon szerencsétlenek érezni magam, hogyha még mindig csinálni kéne. Például csak tegnap nézegettem a híreket, hogy Mészáros Lőrinc egy valami atomerőműhöz épít tározót, vagy ért az atomerőműhöz is, és most nem fogom, nem biztos, hogy jól mondanom a nevét, négyszer annyit keresett tavaly, mint Beyoncé nevű sztár amerikai énekes, aki a legjobban kereső amerikai női énekes volt. És nem is énekel pedig még hozzá. Szerintem ez azt mutatja, hogy nagyon szépen gyarapodik Magyarország, hogy van mit kiátszani a magánvagyonban. És hát úgy, ugye, amíg az atomot életi, hát most ott megnyílt, szépen megnyílt, ahogy olvasom, egy pénzcsap, amin keresztül a végtelenben lehet a kisvasutakat is, a mindenféleket hosszabbítani. A kisvasutak a végtelenben találkozik. Tulajdonképpen, ha a végén nem tudom, mi lesz a... Hát ezek mind, hát most ebben már lassan mi érdekes van, hogy hosszába is keresztbe épít két új kisvasutat. Ott volt benne a kisvasut 3 évvel ezelőtt, és mégis kellett a népnek, és jövőre dettó kelleni fog. Már pedig a népet nem lehet leváltani, azt gondolom, hogy mindig igaza volna, azt nem gondolnám, de hát akkor jövőre megint nagy többséggel megválasztják, mert ezek nagyon megnyugtató, megszokott, pöfékelő kisvasutak. Ebbe a keretbe, a kisvasutak keretébe úgy látszik, hogy nagyon kiszámíthatóan lehet morgolódó, zsörtölődő, fél alatt valónak lenni. És ezt most nagyon leíróla próbáltam mondani minden pejoráció nélkül. Hát még a kisvasút a legkisebb. De hogy egy jó hírt mondjak, idefelé jövet nézegettem a híreket, és 37 év után megbukott Mugabe elnök. 37 év volt, kétségtelen, de kész, vége van. Mennyi van még hátra belőle? Jó, hát kellett hozzá egy kis katonai puccs, ez kétségtelen, de hát valami megoldása van a dolognak. Na jó, de most itt tényleg nem mondtad egy fél órával ezelőtt, hogy ne ilyen teljes letargiába. Jöjjünk, egyrészt az élet szép. Nagyon. De tényleg. Hát nem, jó társaság, tényleg. Jó dolgokról. A másik, hogy nyilván, nem azt mondom, hogy nem marad így öröki, mert nem marad így öröki, de szerintem még 37 évig se fog ez így maradni. Nem. De nem fog, mert ettől... Nem, szerintem sokkal közelebb van, bizonyos szempontból sokkal közelebb van a vége, mint azt most úgy látjuk. Nem tudom, hogy ezt miért hiszem, de bízom el. De Avar János barátom azt szokta mondani, hogy 56. október 23-ának reggel Ingerő Ernő még nem sejtette, hogy ez a nap más tesz neki, mint a többi. Hát vagy a Ceausescu 89. decemberében reggel még nem gondolta, hogy este helikopterezni fog, egy ekkorát. Igen. Szóval, hogy mégis,
Szerintetek mit lehet tenni azért, vagy lehet tenni valamit azért, hogy ez ne 37 legyen, hanem csak 36, vagy 35, vagy 34, vagy... tehát hogy minél kevesebb. Hogy mind múlhat ez, mert azért ez nem egy fátum, ami egy ilyen eleve elrendeltetés és puff, ilyen természet fölötti erővel ide rakták, hanem ezt, hát mi magunk is alakítjuk ezeket a viszonyokat. Hol kisebb, hol nagyobb mértékben persze, de... Én erre csak nagyon röviden tudok válaszolni most már, hogy nem tudom. Tényleg. Erre nem tudom más, mert nem tudom. Már mondanám, hogy az ember ül és dolgozik, és hogyha jól dolgozik, akkor az valahogy rá. De mégiscsak ez van, az ember ül és dolgozik. Nem tudom, hogy mit lehetne tenni. Tényleg nem tudom. Vannak olyan szereplők, akiknek drukkolsz, vagy hogyha előtűnnek, akkor azt mondod, hogy na hát, ha ők... Már úgy a politikára mondom? Aha. Hát nem tudnék preferálni most éppen senkit, de ez biztos az én tudatlanságom, meg az én hézagos tájékozottságomon múlik. Az biztos, hogy totál elvesztett, nem hogy a kedvemet, hanem egyre kevésbé tud, hogy úgy mondjam, fölérdekelni. Ez egész nem tudom, fogalmam nincs. Mit tehetünk azért, hogy kiirántsunk ebből, tehát hogy több kedved legyen? Hogy engem? Aha. Kicsit hát ott, az ne, hát ez nem tudom, hát ez azért rajtam is múlik, tehát ez nem kell ezt tehát ilyen egyszerűen nem lehet ezt átfordítani. Nekem most valahogy jó, hogyha kicsit ülök magamba és dolgozom, az viszont nagyon az jó. Nekünk is jó. Szép az élet, azt arra mondom például, hogy szép az élet, mert lehet benne dolgozni, lehet benne élni, és lehetőleg minél tovább. Én tényleg nem tudok, nem látok olyan politikai szereplőt, nem látom az esélyét. Ugye van most ez a bomó, ugye, hogy amikor az a kérdés, hogy a nép le akarja váltani a Fideszt, akkor a nép azt mondja, hogy inkább igen, mint nem. De abban a pillanatban, amikor valakit meg kéne nevezni, hogy ki az, aki le volna váltani, de abban a pillanatban már a Fidesz nyer. Hát most pillanatilag így áll a helyzet, hogy azt hiszem, és ezen én nem látom. Hogy... Jó, de te mondtad az előbb Ceausescu példáját, hát mondjuk 88, nem tudom mikor Magyarországon is azért kevesen adtak volna egy nagyobb fogadást arra, hogy mi lesz mondjuk 90 májusában. Az egy tényleg egy embertelen, csonttörő, totál eszehagyott diktatúra volt Kelet-Európában 1989 előtt. Ezt pedig most minősítsük, vagy nevezzük akárhogy, ez a rezsim arra nagyon vigyázott, hogy azt a túlnyomó többséget olyan különösebben ne nyomorítsa jobban, mint amennyire muszáj ahhoz, hogy jól éljen. Pénz van a rendszerben, és ezért az a többség, amivel demokratikusoktól le lehetne váltani, szerintem sokkal kevesebb sérelmet szenved a saját konkrét és megfogható élete szintjén, mint ami elérni azt az ingerküszöböt, hogy vadul le szeretné váltani konkrétan ezt a hatalmat. Eddig is vigyázott, szerintem ez lehet, hogy nincs is igazam, ez nem egy hálás teória, de addig, ameddig konkrétan nem kezdi el, hogy úgy mondjam, nyomorgatni a népet, csak éppen olyan szegényen tartani, mint amilyen volt, az úgy tűnik nekem, hogy egyszerűen kevés. Az elvont szabadságjogokat, azokat ebben az esetben most hagyjuk. Erre úgy látszik, hogy nem nagyon mozdul rá a nép, tehát nehéz neki a szabadsággal kampányolni, amikor bármikor kiment Nyugat-Európába dolgozni, amikor még a fekete mosogatásból a gyereke haza is utal neki itt ott pár száz eurót, ő maga is kimehet, és igazság szerint még valami nyugdíjemelést is kap. Ezen fölött, és most itt nem egy rétegről beszélek, hanem talán erről a bizonyos relatív többségről. Én ezt látom, és ez is elkedvetlenít, úgyhogy velem egy, nincs is kedve, mert tényleg, tehát nem tudom, ez a lényeg, nem tudom, nagyon jó lenne, hogyha lenne valami, de én nem látom. Ezt nézed? Kérlek szépen, egy jelentősebb összeget adtam, érted? Tavasszal. Nem értem, adtál. Hát nem, de végül is, ha nem te vagy, mert ugye Kriszta volt a címlapon.
Érted, adtam egyébként, bevallom férjesen, nem szoktam megvenni a hajléktalanok lapját. Én a tudod, mit veszek meg? Az nagyon jó, azt ajánlunk neki is. Az a neve, hogy Csillagszálló. Az is van, azt a Deák téren. Itt a Deák téren áll egy úr, egy irodalmi folyóirat, egyrészt gyönyörű, másrészt szerintem az egyik legjobb kortárs irodalommal foglalkozó, komolyan ezt 350 forint, az ember 500 vagy 600 forintot ad a pácsinak, akkor már ő is boldog, és mi is boldogok. Igen, azt is meg szoktam néha venni, de ezt is meg szoktam. Na, szóval, vettem egy jelentősebb összeget, érted? Nem is ez a hajléktalanulságért. És a... Jó, nem sajnálom, nehéz. És a... Most jöttem a metrón, és akkor így elővettem, hogy mégis átnézem, mert most ott vagy az asztalomon már március óta. Hogy így elolvassam, és akkor így egy ilyen csámú. Most jutottam odáig, hogy elolvassam. Jó, nem. Ott volt már, tehát nem meg volt már. És okay. Akkor egy pasi így szemből, tudod, hogy a metróban szembe ülnek az emberek, és így nézegette, és akkor ott jött ki mellettem, és azt mondta, hogy hát igen, ez egy helyes csaj, mennyit mondott rád, majd leszállt a Blaha Lujza téren. Ez jól esik, köszönöm szépen. Hogy... ugye itt az is a címe, hogy segíteni kutya kötelesség, és ezt itt elég részletesen is el is mondott, hogy miért, de hát miért. Megmondom, hogy ezt miért kérdezem, mert amikor azt mondta, hogy semmi remény, meg semmi izé, meg ilyeneket mondunk, hogy akkor mindig az látszik, én hogy... nem mondtam. Jó, akkor jó. Hogy akkor most mondd el, hogy miért van remény, és akkor utána elmondom, hogy mi hova akarok ezzel kiugodni. Hogy miért van remény, az konkrétan úgy, ahogy a Lajos, vagy itt sokan a teremben el tudnánk mondani, azt én biztosan nem tudom elmondani, mert ahhoz én nem vagyok elég felkészült ebből a dologból, de ugyanakkor hülyese vagyok, és látom, hogy mi történik körülöttem, meg figyelek, meg érdekel. Azt hiszem, hogy a remény az, nem akarok más nevében nyilatkozni, ez mindig itt van belül. Én nagyon nehezen hiszem el, hogy tehát én mindig táplálok magamban valamit azért, hogy mindig lehessen neki menni az újabb és újabb napnak, meg az újabb és újabb feladatoknak, mert igen, abban a Lajosnak teljesen igaza van, hogy ha lehet dolgozni, ráadásul ugye ő is, meg én is mind a ketten azt csináljuk, amit szeretünk, és amit mindig is akartunk csinálni, és ez egy borzasztó nagy dolog. Tehát az emberek nagy többsége nem feltétlenül azt dolgozza felnőtt korában, amiről mondjuk 5 évesen álmodott. Én igen. Hát például, tehát az is egy foglalkozás. Azt nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni. Én mindig nagyon dolgozok magamban azon, mint egy ilyen reményszoba bicikli. Ezt úgy kell elképzelni, azt hiszem, mint magamban, hogy így tekerem, hogy legyen. Igyekszem megtalálni azt, aminek lehet örülni, anélkül, hogy elvtelen lennék, vagy figyelmetlen, vagy nem törődöm. Én nem tudok másképp élni, tehát én nem akarom senkire ráerőltetni a saját receptemet, csak én tudom, hogy nem tudok másképp élni. Az, hogy pedig, hogy mi a teendő, azt én sem tudom, mert ahhoz szintén nem érzem magam elég felkészültnek, én csak azt tudom, hogy miután az ország állampolgárainak jelentős része szintén nem érzi magát felkészültnek, mégiscsak azt hiszem az a leghelyesebb, hogyha a saját életében mindenki a lehető legkevesebb gyűlölettel, legtöbb toleranciával, empátiával és a körülötte lévő környezet figyelésével és az abban való részvétellel van jelen. És akkor az már úgy szerintem egy aránylag élhető ország alapja lehet. De ugye most ilyen, hogy én is mondjam valami okosat, hogy kicsit úgy működik az egész, mint a védelmi pénz az amerikai meg az olasz mafiózó filmekben, hogy tudod, téged nagyon fenyeget valaki, de majd én megvédelek téged, cserébe fizes ki engem. És ez egy, és az emberek elhiszik, hogy őket valaki bántani akarja, lásd a kék plakátokat, a migránsokat és egyebeket, és akkor ők boldogan megfizetik azt a pénzt annak a hatalomnak, mert akkor majd őket nem fogják bántani. És ez sajnos elhiszik. És hát nem tudnak egy csomó mindent. Az egészen rémes tapasztalatom, ugye én a Deák téren jövök föl a metróból mindig, amikor megyek be az Örkénybe dolgozni, és az utóbbi mondjuk fél évben nem egyszer, nem kétszer fordult elő, hogy külföldiek nem magyar nyelven beszélgettek, teljesen mindegy, hogy milyen nyelven, és az is mindegy, hogy néztek ki, mármint, hogy így pónemre, tehát, hogy most akkor milyen színű a bőrük, vagy milyen ruha van rajtuk. És hallottam többször ilyen orr alatt elmorgott szemét, ugye idejött, nem tudom, hogy borzasztó, miközben az se, tehát fogalma nincs, hogy ki, csak annyit tud róla, hogy idegen is nem érti, amit mond.
Hát, ez borzasztó. De szerintem nem most kezdődött, nem? Csak jó, nekem most vált feltűnő. Igen, most feltűnő meg talán. De hogy én nem is erre akartam elmenni, mondom, inkább a reményszobabiciklit szeretném mindenkibe beépíteni, és akkor hát, ha egy kicsit jobb lesz. Nagyon rossz úgy élni, hogyha az ember csak arra gondol, hogy milyen, úgy szerintem nem lehet elkezdeni egy napot, vagy én nem tudok, nem, bocsánat, más nevében nem nyilatkozom. Hát én mindig próbálok találni valamit, amiből ki lehet jönni. Na, de van egy csomó ilyen dolog, nem? Tehát tényleg, most jó, ez egy tök jó dolog, hogy ilyen van a hajléktalanknak, egy csomó ember sorba áll érte, megösszíti, most ez egy pitiáner dolog. Most én nem tudom. De ez egy fontos dolog, de hogy már fontos, hogy vannak ilyenek, és rengeteg ilyen van, tehát nem olyan, hogy kimegyünk, most kimegyünk és sötét van, és ez igaz, és most nem jó. De most ettől eltekintve, azért a hétköznapi életben az emberek sokkal, vagy az emberek egy nagy része, vagy nagy többsége azért tök normálisan viselkedik, reagál. Igen, hát azt jegyzed meg azt a kettőt, aki bunkó mód odaszól valamit egy külföldinek, de mellette van a 210... Ja, jó, oké. Okay. De pont ezt akartam mondani, hogy jót is megjegyzem. Ezt most így elmondtam, ha már közéletről beszélünk, hogy ezt tapasztalom is, hogy ennek nem örülök, de a jót is meg, sőt, inkább a jót szeretem megjegyezni. Tehát, hogy én is láttam, hogy igen, van, aki állandóan segít X-en, Y-on, van, aki rengeteg ismerősöm van, aki az ország elhagyatott és elszegényedett, mély szegénységben élő gyerekeknek visz ruhát, cipőt, ennivalót, tanszert, lehetőség szerint magát az oktatást is, tehát, hogy látom, hogy van erre törekvés, de azt gondolom, hogy most például a civilek látnak el egy csomó olyan feladatot, amit az államnak kellene ellátnia, vagy legalábbis neki kellene egy olyan szociális hálót felépíteni, ahol a civilek és az állam együttműködik annak érdekében, például, hogy a mély szegénységben élő gyerekek kevesebben legyenek. Na, de most ezt hagyd be, olyan, te értenék hozzá, pedig nem értek. Hát tudod, mint a színház, ez is mindenki ért hozzá. De én nem De mit kell ehhez érteni olyan nagyon? Hát ez tök normálisan kell viselkedni, ez az értés. Nem? Tehát most ehhez nem kell érteni, amit te is mondasz, hogyha tudsz, akkor miért ne működnél közre jó dolgokban. Ennyi, hát ez nem egy atomfizikai megközelítése a problémának. Bár azt is meg tudnánk oldani. Biztos, hogy nem. Nem. Több volt, tudod, szobabicikli. Optimizmus. Mert közben itt látom, hogy félszemben látom, hogy gondolkozol, azt hittem, hogy olyan nagyon optimista jeleket próbálsz találni, hogy mégis biztos, mert neked nincs ilyen optimista szobabiciklid? Optimista, hogy mondtad, bocsánat? De hát... Remény szobabiciklid. Nem, ez, hogy hova teszi az ember a hangsúlyokat, hogy általában hova teszi, és hova teszi, naponta konkrétan, az azért nagyon nem ugyanaz. Hát ezzel, amiket én eddig elmondtam, ezzel nem lehet létezni, hogyha ez egyfolytában ilyen nappal ez pörög az ember. Nem csak ez pörög, hát mellette van a mindennapi élet, és hát nekünk épp elég gyerekünk van ahhoz, hogy ezekkel legyen mit csinálni. Mondjuk konkrétan föl még együtt is szeretünk lenni, érted? És egy, igen, tehát nem. Nehéz ez most, ugye végközben mondom, és azon gondolkodom, hogy micsoda marhaság ez. Amiért lenne marhaság? Azért, mert ugyanakkor meg voltak már olyan, az én felnőtt életemben is olyan időszakok, amikor az ember akkor érzte magát a legjobban, amikor hátat fordított az egésznek. Illetve nem volt más lehetősége, mint hátat fordítani 70-es évek, második fele 80-as évek eleje. Tehát akkor azért ez benne volt. Balassának volt ez a nagy mondata, hogy hátat Balassa Péternek, hogy hátat fordítva rámutatni. Tehát, hogy tényleg kivonulni ebből az egészből, és dolgozni és csinálni az embernek a maga dolgát, mégiscsak ahhoz ért a legjobban. Csak az egy másik alakulat volt, amiről az ember nem gondolta azt, hogy az övé. Erről pedig Hajdan azt gondolta, hogy az övé. Most már nem nagyon tudom azt gondolni. Ezért, de hát ettől még nem lehet ezzel feküdni, és ezzel kell, én nem is fekszem, és kelek ezzel, hanem dolgozom, még többet kéne dolgozni, nagyon sokáig kéne hozzáélni, hogy mindenfélét az ember megcsináljon, amit akar. Hát ez épp elég program másfelől nézve egyébként. De most megjelenik egy verses könyved, és akkor az egy olyan tök nagy dolog, érdekli az embereket, írnak róla, bemenek a boltba, megveszik, beszélnek róla, jót mondanak róla, vagy még jobbat mondanak róla. Hát szóval, hogy ez jó, nem? Tehát persze, hogy működik azért egy-egy szelete, vagy sok szelete azért hogy működik. Hogyne, hát persze,
Persze. De mondjuk lehet, hogy a 90 előtt időben mondjuk Petri Györgynek nyilván nem jelentek meg, nem jelenhetett meg könyve mondjuk, hogy biztos más jelenség. Hát egy darabig nem. Egy darabig. Mindig most lehet, hogy nem volt ő a példa, nem, de, hogy, persze, de hogy közben nem. Megjelenik, népszerű lehetsz, meg a darabjaidat nézik, előadják, lefordíthatod, megírhatod. Most ezt ahhoz képest mondod, úgy érted, hogy ahhoz képest hogy, vagy pedig ahhoz úgy képest magával? Hogy? Hát ezt ne is, ezt az ahhoz képest, hogy ott ezt ebbe bele sem menjünk. Igen, ez nagyon jó, ez nagyon fontos, hát végül is ez a dolgom, ezt csinálom. Próbálja az ember minél jobban csinálni, de önmagában, fú, hogy ne legyek ünneprontú, szóval önmagában attól az ember még örömében nem kap a szívéhez, hogy létezik három vagy négy szabadnak nyilvánítható sajtótermék, és a könyvkiadók azok még pillanatnyilag kézben vannak. Illetve, hogy egy ilyen helyen, vagy mi nagyobb helyen is az ember azt mond, ami az eszébe jut. Tehát ez lehet, hogy 5 év múlva maga lesz az Éden, de most pillanatnyilag ettől azért hadd ne kapja körülbelül a szívemhez, hogy van egy klubrádió. Mert mondom, mert erről azt gondoltuk, hogy a miénk. És tehát, hogy ez még van, de hogyha innen, egyébként most, hogy mondod őkre, hogy persze, lehet, abszolút lehet innen nézni, hogy ez milyen állati jó, hogy ez még van, csak olyan szégyenteljes dolog innen nézni. Na, most akkor én leszek egy picit ünnepültő. Tehát egyrészt van klubrádió, másrészt éppen ma beszéltünk valakivel erről, hogy azt hiszem a 12 vidéki frekvenciából 12-t vettek el. Mentem most valahova vidékre, és a rádiót hallgattam, és nagyon szerettem időnként a Mária rádiót hallgatni, mert komolyan azt néha meg kell hallgatni, csak szakmailag, tehát erre az ember azt gondolja, hogy ilyen nincs. De semmi baj, tehát semmi rosszat nem mondanak ott, meg semmi ilyesmi nincs, csak az érdekes. Na. És ott mondják, hogy nagyon jól fejlődik a Mária rádió, és micsoda szerencsénk, és most kaptuk meg azt a 14. frekvenciánkat, mondja ott egy hang elégedetten László atya. És így nézem a kocsiba, hogy nekem közben, miközben ezt hallom, hogy nem a klubrádió, azt írja ki a, tudod, van ilyen betűket. Hogy mi írja, hogy melyik csatorna. Melyik csatorna, na, oda azon kiírja, hogy klubrádió. De hát az hallhatóan, tehát a Hiszek egyet nem mondják el 20-szer egymás után a klubrádióban, de itt elmondták. És aztán kérdezett, mondom a kollégáimnak, hogy valami összekeveredett, vagy mi, és mondták, hogy nem, hanem hogy mikor én beprogramoztam a rádiómat, akkor az még klubrádió volt, és még a rádióm nem vette észre, hogy 7 éve az nem klubrádió, úgy látszik, és azt írja ki. Tehát miközben a Mária rádióban nagy lelkesen mondták, hogy nekünk már a 13. frekvenciánk megvan, többé ott villogott, hogy hopp, ez a tiéd volt, öcsi, hát nem az enyém volt, de ugyanazért. Igen. De hát tudod, mint az a viccbe, hogy hát az a Lenin elvtárs azért az egy ilyen milyen aranyos volt, meg rendes, de hát miért? Hát meg közénk is lövethetett volna. Most. Hát igen, akkor örüljünk. Nem adott kölcsön neki a reménybringádat? Egy körre. Otthon van, tehát szobabicik. Rá lehet bármikor írni. Hát... Na Jósko, azt gondolod, hogy mondjuk hogy mondtad, az előbb számtalan gyermekünk van. Szóval, hogy a számtalan gyermeknek azt kell mondani, hogy hát erőteljesen tessék angolul, németül, svédül, norvégül, dánul, nem tudom tanulni, mert rövidesen lehet, hogy valamelyikre szükség lesz, ha jót akarsz magadnak. Igen. Nem árt azt mondani. Igen. De hát amúgy se. Tehát most nem csak ember. Igen, nem árt azt mondani. De ez két olvasat, az egyik az előbbiekhez tartozik, hogy azért, mert tényleg nem tudom, a másik pedig, hogyha még van ami jó ezen a nagy vagy a tág tájon, az pont ez, hogy az Európai Unió létezik, és ez de szépen hangzik, úgy működik, mint egy nagyon nagy ország, és nem szentírás, hogy valaki az egész életét abban az országban él, ahol történetesen született, sőt, rengeteg helyen leéleti. Például, ahol jól érzi magát, például, ahol meg tud élni, például, ahol nagyon sok jót. Hát mondjuk nyelveket tanulni nem csak azért hát kell, el, mert adott esetben el kell innen menekülni, hanem mert nyelveket beszélni jó. És főleg egy olyan nyelvet, amit mondjuk kicsivel több ember ért, mint a magyart. Ja, persze. De hazudnék, azt mondanám, hogy ebbe, amikor az ember ezt mondja, nincs egy pici... Hát ilyen, hogy azért tényleg nem árt
kicsit nem fölkészülni arra, hogy nem biztos, hogy az egész életüket itt fogják megélni. Azért ezt most hazudhatnám, hogy... Persze, amit elkezdtem mondani, lehetne azt mondani, hogy ez az egyik legjobb dolog valóban. Mert azért kell elmenned, mert el kell menned, az nem jó. De azért mehetsz el, mert elmehetsz. Pontosan. Mert most Amsterdamban jársz egy picit egyetemre, meg Londonban mosogatsz, és nem tudom, Berlinben nem tudom, mit csinálsz, fizika professzor vagy, akkor az tök jó, mert hogy miért ne ilyen legyen a világ, nem? Hogy legyél itt is, ott is, más meg jöjjön ide, na, amit ne vegyél a munkának. Na, akkor valamit, csak úgy szeretnék ilyen jókat találni, hogy jobb kedvűek. Nem vagyok magam alatt ebben a pillanatban. Ne is legyél. Semmi nem, ez csak hogy így alakult. Tehát, hogy nem egy ilyen közélet mentén megyünk, akkor nem ebben olyan vacak kedvet támad tőle, de hát ez most semmi nem, de majd lesz valahogy. Ez a, hogy van, hogy mi lesz, de addig mi lesz, tudod? Az szokott inkább a kérdés lenni, mert hogy mi lesz? Jó, a remény hal. Igen. Azt elmondhatjuk, hogy veled mi fog márciusban történni? Persze, hát mindenkinek baromi jó kedve lesz. Szóval a Krisztának lesz egy... Na, mondd el te, én elrontanám. Biztos nem. Szóval van egy Daniela Kapitányová nevű csodálatos szlovák írónő, aki egyébként színházrendező és dramaturg is, aki írt egy regényt, aminek az a címe, hogy Könyv a temetőről. Ez 2000-ben íródott, de csak 2016-ban jelent meg magyarul, és ebből a könyvből készítettünk hárman, Szentec Zita rendező, Arinagy Barbara dramaturg, illetve én egy színházi példány, amelynek március 2-án este 7:30-kor lesz a bemutatója az Örkény stúdióban. Ez még nagyon messze van, még csak olvasópróbám volt, úgyhogy nem tudok erről az egészről semmit. Hogy rajtad kívül nem lesz más szereplő benne. Ja, hogy ez egy monodráma, igen. Ez egy monológ, igen. Egy 44 éves, némileg autista férfinak a monológia, amit én fog játszani. Miért pont ezt? Hát azért, mert roppant vonzó színészileg, elképesztő lehetőségek vannak benne, ez egy nagyon különös figura, nem is igazán érdekes a neme egyébként, mert egy androgűn lény, hihetetlenül izgalmas, nekem nagyon izgalmas az, ahogyan ő látja a világot. A történetnek egy szelete az a rendszerváltozás előtt, egy szelete pedig utána játszódik, és tele van groteszkebb, szörnyebbnél szörnyebb történetekkel, és nagyon sokat lehet rajta nevetni, és közben meg mégis ilyen. Hát ilyen egy tragikomikus tulajdonképpen az egész történet, minek következtében elképesztő jó színészi lehetőség arra, hogy teljesen más bőrbe bújjon az ember, tök más csináljon, és ezért vonzó. Március 2, 19:30. Igen. Te vonzódsz az ilyen egyedüli fellépésekhez, mint a most az Ibusár jutott eszembe? Hát az a másik, tehát olyan sok azért nem volt. Az kettő, és azt is 10 évvel ezelőtt mutattuk be, sőt most már majdnem 11. Nem tudom, hogy vonzódom-e hozzájuk. Mindenhez vonzódom, ami kihívás, ami feszegeti a határaimat, ami érdekes, amiben valami teljesen újat kell csinálni, amiben át lehet változni teljesen, ami játék. A játéknak a színházi értelembe vett értelme, tehát ahogy a színházban lehet játszani. Az Ibusár is ilyen volt, és ez is ilyen volt. Tehát nem, de nem vadászom arra, hogy egyedül állhassak a színpad közepén. Azért az igazán nagy boldogság egy színésznek, hogy a társas játékban vehet részt, és kollégákkal áll a színpadon. Te hányszor láttad az Ibusárt? Hát a... Krisztával. A Krisztával azért láttam viszonylag sokszor, mert egy időben... Egyébként jó. A Perső Cirika rendezte, és ez egy nagyon jó előadás valóban, ami azért láttam, hogy jó néhányszor, mert Győrben
jó párszor játszott a Kriszt, és akkor még együtt mentünk, tehát akkor elvittem meg cuccokat, meg minden, és akkor végig is néztem a máshogy nem a takarásból, tehát ugye a szöveget azt szerintem a János Kazsuzsa és a Kriszta tudja a világon egyedül, vagy ketten tudják most pillanatban, illetve nem igaz, mert mások is játsszák, most a monolibusárt is nyilván ők is a színésznők tudják, ott is volt, hogy láttam jól, hát nem, hát ennek hát volt, vagy 25-26 bemutató. Az Ibusának persze. Nem a monónak, hanem volt belőle bábszínházi előadás. Nagyon sok van is láttam. Sok Ibusát láttam. Igen. Én eddig 120-szor játszottam körülbelül. Én ebből csak 3-at láttam legfeljebb. Köszönöm. De tök jó. Szívesen megnézem újra. Úgyhogy jó láttam jó párszor, persze. Persze. Van az, hogy így hallgatod, és azt mondod, hogy itt lehet, hogy ezt másképp kellett volna most. Ez úgy jó. Ez már régen, ez olyan, hogy már eszébe nem jut az embernek, hogy ezt ő írta. De tényleg, ez mindig azért a produkció, és mindig azért a színésznői, vagy színészi, a több szereplőség, aki játsza. Eszembe nem jut, hogy ez nekem valami köze van. Ez teljesen átkövesedett oda. Hát ez egy nagyon, hát 91 vagy 92. Tehát nem, eszembe nem jut ilyen. Tehát íróilag, hogy most én mondom, véletlen. Hát nem hallom meg, hogyha más egy szöveg, mint amit én... Ha idézek neki belőle, akkor van olyan megkérdezi, hogy ez mi? De nagyon régi, hát és ebből a szempontból az ember nagyon túl van rajta, mert az egész dolog már nem érdekli, tehát nem mozog, nem játszik azon a pályán, ahol az ember esetleg egyszer hozzányúlna a szöveghez, és csinálna vele bármit. Ez ilyen egyszerű, tehát ez... Nem csak mikor ugye kérdeztek egy csomót most a verseskönyveddel kapcsolatban, és akkor mondtad, hogy hát itt egy csomó szöveg már rég megvolt, és akkor dolgoztál rajta, átalakítottad, mit szerkezgeted. Ezért gondoltam, hogy lehet, hogy te olyan szerző vagy, aki még a nyomdába is utána szalad a kéziratnak, és belejavít. Hát ez a verseskönyv, ez itt mindig... Hát ha hagynak megtenni. Ezek mozogtak a... Hagyják a nyomdát. Nem, hát nem mindig, de ez egy speciális dolog volt. Nem, ez a verseskönyv. És ebben ezt most föl lehet úgy fogni, hogy a hülye szerző még az utolsó pillanatban is, mert... Nem, arról van szó, hogy ez egy állandó mozgó szerkezet volt, ami 20 éve létezik, és most két év alatt megcsináltam, és az utolsó pillanatig mindig lehetett vele valamit csinálni. Ez nem azt jelenti, hogy én annyira hülye lettem, hogy azt hittem, hogy ha ott egy A betűt megváltoztatok, az bárkinek számít, vagy nem számít, hát végül is nekem sem, mert aztán elfelejtem. De mégis a dolognak a jellege olyan, hogy az utolsó pillanatig dolgozol vele, és ott van kész, amikor azt mondja ki, hogy na most már tényleg el kell küldeni a nyomdába. És hogyha most ha úgy adódna, akkor ugyanúgy tudnám folytatni. De ez esküszöm, hogy nem valamiféle ilyen hülye szerző, hülye költő ijúsága, hogy most akkor még izéljek. Nem. Ilyen a természete a dolognak, tehát ezekkel a szövegekkel, ezekkel én már sokat dolgoztam. Tehát az Ibusárral legutoljára én akkor dolgoztam utoljára, amikor ezt a monodráma változatot 2005-ben, vagy mikor megírtam a Nádas Érikán. Az volt az utolsó pillanat, hogy én ezt úgy kézbe vettem íróilag, hogy most ezen lehet, hogy kéne változtatni. Tehát igen. Mert az egy kornak egy nagyon jól eltalált, nagyon jellegzetes figurája. Nem ez a rendszerváltás kora. De nem csak ezért jó, hanem azért, mert a boldogság, ez a tényleg ilyen falatkaparós boldogságkeresés, és az, hogy én is vagyok valaki, és le akarok tenni valamit az asztalra, ez teljesen időtlen. Tehát ez nem függ attól, hogy mikor játszódik. Szerintem. Ez zene is. Igen, Lajos fején talált a szöget. De ez is mindegy, ez is benne van. Ez egy hatalmas, szerintem máig azt mondom, hogy egy hatalmas véletlen, vagy egy hatalmas szerencse, hogy az Ibusárból lett egy ilyen ismert dolog. Nagyon-nagyon megvan a sorsa a daraboknak, és olykor nem lehet okszerűen utána menni, hogy valami miért igen, és miért nem. A könyveknek is megvan, a daraboknak még inkább megvan. Ezek nem mindig racionális
ugye lehet, hogy soha semmi nem lett volna az egész Ibusárból, hogyha a Debrecenbe bemutatták 91-ben, amikor, és a Máté elővette a Máté Gábor, és az Audrey csinált bele egy vizsgaelőadást. És onnantól fogva, akkor elkezdett látszani, és akkor még egy előadás, hát amit már többször játszottak a szélben, meg hát a színésznőnek ez nagyon nagy szerep. Tehát ezek mind-mind hozzájárulnak, de hát ettől még befagyhatott volna, hát én nagyon örülök, hogy ez nem így történt. Én nagyon szeretem ezt a darabot, meg valóban univerzális, boldogságkeresés, igen. Még ezt játszod? Hát ha hívják, akkor igen, ugye ment az Örkényben 8 évig, aztán... Az előszobában, vagy hogy mondják? Előcsarnok, nem előszobában. És hát oda is készült eleve az előadás, és aztán játszottam ezek alatt az év, ugye 2007 februárjában mutattuk be, és játszottam iszonyú sok helyen. A Sárbogárdi házasságkötőteremben, akkor a játszottam... Szép lehet. Az Egri Színház. És mit szóltak az emberek, mikor ez így előkerült? Nagyon érdekes volt, vasárnap délután 3-kor volt az előadás, és teljesen kihalt volt Sárbogárd, olyannyira, hogy a fogyókellék szendvicset, amit megeszem előadás közben, azt el kellett mennünk több kilométerrel arrébb egy benzinkútba, hogy tudjunk venni kenyeret, meg valamit, amit rá lehet kenni. Tehát gyakorlatilag hát ez olyan volt, mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen Móricz novellában, egy vasárnapi nagyközség teljesen. De nagyon helyes nézők voltak egyébként. Ott csak arra emlékszem, hogy márványpadója volt a házasságkötőteremnek, és nagyon kemény volt ott esekkelek az előadásban, hogy össze-visszavertem magam. De jó előadás volt. De játszottam Bécsben, Berlinben, Stuttgartban, Komáromban. Hogyha hívják, akkor megyek. Hát ez egy bőrönd, tehát ezzel bárhova el lehet utazni. Volt Amsterdamban tavaly, szóval jó helyeken jártam vele, de meg Magyarországon, Pécset voltam vele, többször voltam vele Szegeden. Hú, már nem is tudom, nagyon sok felé, és nagyon, szóval ez tényleg bárhol el lehet játszani. Én azt mondom, a távoli Deák téren néztem meg. És egyszer, 90-es évek második felében a Pécsi harmadik színház játszott a Mono, vagy illetve a több szerepes változatot, és az ő ötletük volt, hogy Sárbogárdon az állomásnak a kultúrváró termében ott játszották, hát ez valami fürdőkbe lógtak a Sárbogárdiak, az egész egy ilyen idérces dolog volt, és ez egy rendes kultúrváró, hanem a közepén ilyen kicsi várvány szörnyek. Maga ez a szó, hogy kultúrváró, de ez már... Stopperett a kultúrváróban, ez is az a házasságkötő terem mellett ez volt a legextrémebb helyszín, azt hiszem. Nekem még ez mindig Igori állomás jutott, ahol valamiért teszem. Rejtőtő? Érkezik egy nő, aki nem, érkezik egy személy, milyen személy, egy arab nő személy, aki elágazó rizs és pálinka keverés részét. 7-8-kor pedig elkezdek dühöngeni, ilyen pontosan tudja, a vasútnál kérem első a pontosság. Hát, igen. Azt mondta egy barátom, hogy azt mindenképpen kérdezzem meg tőled, hogy nem csinálsz-e olyat, mint a Nőnyugat, mert hogy az milyen marha jó? És hogy ott miért lett annak vége, vagy hogy miért nem csináltál még, de azt tudják mi az, mindenki tudja, hát itt mindenki tudja. Hát a Nőnyugat az valahogy így kifutotta magát, ahhoz képest, hogy 2010-ben mutattuk be. Nem az, hogy ez, hogy ehhez hasonló. De most pont egy hasonlót csinálok. Valamikor tavasz végén, május legvégén, június legelején lesz a Magvető Caféban egy előadás, amit Viktória, Szantner Anna és én fogunk játszani, Máté Zsolt rendezi. Ebben a pillanatban az a munka címe, hogy itt nem lehet megmaradni, és három színésznőről szól, akik mind elmentek valamiért Magyarországról. De ők nem ugye a Nőnyugatban, akik ott megfordulnak, azok kortársak mind. Akkor is, hogyha az egyikük előbb hal meg, mint a másik. Itt ezek a nők, ezek nem egészen kortársak, noha a Fedák és a Karádi valamennyire az, de még az első színésznő, aki a 19. században született, és ma már a kutya nem emlékszik a nevére, őt úgy hívják, hogy Bujovszkiné Szilágyi Lilla, aki arról nevezetes, hogy az első magyar színésznő, aki német nyelven csinált karriert. Ő először egyébként a Nemzeti Színházban volt Pest-Budán színésznő. Bujovszki Gyula az egyik márciusi ifjú volt az ő férje, akihez nagyon fiatalon, 15 éves korában ment hozzá,
De nem lövök itt le most egy csomó mindent. Az a lényeg, hogy ő egy fantasztikusan különleges nőszemély volt, ugyanúgy, mint a Fedák meg a Karádi, és róluk írok egy hasonló dramaturgiával készülő színpadi anyagot. Ezt te is írod? Rakom össze, igen. Hát a Nőnyugat szerkesztem, írok bele. Hát ahogy a Nőnyugatnál is, ugye ott is van egy csomó mondat, amit én írtam, csak ez már belesimult a szövegbe, tehát ezt már talán csak én emlékszem rá, és sem mindig, hogy mit írtam én, és mit nem. Itt is ugyanez ez működik, és ezt csinálom most éppen. Te melyik leszel a három hölgyből? Fedák. Te írod a darabot, tehát nyilván akkor te hát így nem így alakult, egyébként mi? Hogy függ össze, hogy én írom a darabot, én leszek a Fedák? Hát az a legjobb szerep. Ja, hogy ez így működik. Na várjál, mesélj előtt. Hát az ember a legjobb szerepet választja magának. Jó. Nem így alakult ki a történet, de nem baj, ezt is lehet hinni. A Fedák Sajtának egy író volt a férje, egyik férje. Hát két percig, két év is volt az talán. Hát férje 4 évig volt, és 10 évig, 11 évig éltek együtt. Bár a kedvenc történetem róla az, hogy mikor Molnár Ferenc egyszer ittasson ment haza, és belehányt a fürdőkádba, és ezen úgy összevesztek Fedák Sárival, hogy összeveregettek, és eltörte Fedák Sári bal kezének a kis ujját, és Fedák Sárinak attól kezdve nem állt úgy a kis ujja, ahogy kellett volna. Hát sokszor berekedtek ők, nem csak egyszer, erről sok-sok történet van. Egyébként sose éltek együtt, akkor sem, amikor házasok voltak, soha nem laktak ugyanabban a lakásban, nem véletlenül. Pontosan tudták, hogy valószínűleg 24 óra után meggyilkolnák egymást. De azért tényleg egy nagy szerelem volt, egy különleges dolog. Remélem, hogy ezt majd sikerül valamilyen módon ábrázolnom ebben a szövegben, de még ott nem tartok. Most még a másik kettőt dolgozom meg. Ne legyél szomorú. Nagyon vidám, de mi lennék ez szomorú? Jó volt oda a fejedet, kicsit a bajuszod lekonyult. Gondolkodik, figyel. Figyeltem csak. Ő így figyel. Meg van egy tök jó hírem. Na. Tudom azt, hogy mi lesz legközelebb itt. Na. Mert hogy, most itt ünnepek meg egyéb ilyen dolgok, a legközelebbi esemény az december 7-én lesz, köszönöm szépen, van neked, de ezt fejből is majdnem tudtam volna, tehát Mikulás utáni napon, és merről kezdjük. Mert ugye azt tudják, hogy az úgy van, hogy megkérünk valakit, hogy jöjjön el és mondjon valakit, megkérdeztem a Krisztát, kis habozás után mit mondott? Jó, hát így itt vagyunk most hármasban. Mi volt a kérdés? Hát úgy szoktuk szervezni ezeket, igen? A beszélgetéseket, hogy kitalálunk, meghívunk egy barátunkat, igen? És akkor... Igen. És akkor, hogy kit hívnál el magaddal, kit mondanál, és akkor így lettünk. Igen. Na. Kösz, hogy nem hagytál itt a bajba, hogy másképp történt. Nem, egyszerűen nem fogtam fel, én velem volt a baj, nem veled, nem fogtam fel a kérdést egyébként, de igen. Aki egyébként biztos itt van, Závada Pál lesz a következő vendégünk december 7-én, és egy picit hezitál csak többet, mint te, és azt mondta, hogy Radnóti Sándor, úgyhogy december 7-én velük találkozunk itt. Már jegyek nagy, vagy mi hogy szokták mondani, mérsékelt számban elérhetőek a minden jobb jegypénztárban, de itt a ruhatárban mindenképpen. Úgyhogy jöjjenek, ha van kedvük, az legalább ilyen jó lesz, de gondolom, vagy ti gondolom jöttök. 7-én be van írva a tárban. A fej, ők így lapozok a fejét. Csak nappal itt van, tudom. Tehát csak így jogos lenne, hogy egyetek. Kimegyünk lakásra is, és előadjuk ott is, tudod, ha itt nem kell, de az többe lenne. Tényleg, nagyon szépen köszönöm nektek is, hogy itt voltatok, és még egy fontos dolog van, mert hogy itt az Almában, a Liberális Magyarországért Alapítvány klubjában az a szokás, hogy bizonyos összegeket tetszenek fizetni a jegyért, összegyűlik egy kisebb, nagyobb összeg, ahhoz kisebb, hogy most itt a nyakára hágjunk, de ahhoz talán jó, hogy valakinek még ez hasznos legyen, és azt szoktuk megkérni a vendégünket, hogy találjanak ki valakit, mert nem akarjuk őket megsérteni ezzel az összeggel, hogy jótékony célra felajánljuk, közös, vagy ti felajánljátok. Tehát mi ketten egyet mondjuk, vagy a Lajos is mondott egyet? Házastársakat hívtam! Hát szerintem mondjatok egyet, ha lehet. Krista mondja. Krista mond egyet. Mondjak én? Hát persze.
Tényleg. Akkor oltalom karitatív egyesület. Az azért is jó, mert nekik tudjuk a számukat, mert az előző 10 vendégünk azt hiszem mind az oltalomnak ajánlotta fel, ami egyébként nagyon jó, és egyébként Iványi Gábor is volt vendégünk, itt ott ült pont, ahol te. Csak nekünk idáig ért a szakálla. Nem mondom. De. Szakállas. Igen. Sőt, ott úgy összetudtuk szervezni, hogy 2 szakállas. Már nem ez volt, már Radnóti Zoli rabbi volt a másik. Neki meg munkaköri kötelessége, hogy ugye legyen szakálla. Úgyhogy így ott szakálva volt. Figyelj, és megbeszélhetjük, hogy megint a vendégei leszünk mondjuk 2 év múlva, és akkor addigra megnevezte. Mint Fedák Sári. Szerintem a csúcson kell abba hagyni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak nektek, meg nagyon-nagyon köszönjük még annyira is, és akkor december 7-én Závodó Pállal és Radnóti Sándorral innen folytatjuk. Köszönjük.